A Szent Annai Sámuel református középiskola diákja, Fazekas István szép szakmai sikert ért el a tavalyi évben az országos érettségi vizsgatárgyak versenyén. Az online elődöntőn több Szent Anna is részt vett. Az első 20-ba azonban csak Fazekas István jutott be. A szolnoki országos döntő a járványhelyzet miatt elmarad. Az érettségi eredményét számították be. Ez az országos érettségi vizsgatárgyaknak a szakmai versenye volt, ez az ASZÉV verseny, és hát ez online elődöntője volt, melyen többen is részt vettünk az osztályból, aztán azt hiszem az első 20 jutott be a döntőbe, csak ugye közben jött ez a helyzet, aztán nem tudtuk, mert ugye szóban szokott lezajlani a szóbeli verseny Szolnokon, aztán most erre nem tudott sor kerülni, és így az érettségén elért eredményekkel mentünk tovább. István a gyakorlati tárgyakat szereti, de ha kell, szerel is. Családja otthon gazdálkodik, és ő is elhelyezkedett már egy másik mezőtűri családi gazdánál, ahol mindenes. Igazából olyan 3-400 hektáron gazdálkodnak, ők is búzát, kukoricát, napraforgót, árpát termelnek, aztán oda segítkezekbe. A Szent Annait 5 éve a nyílt napja alapján választotta. Így látta színvonalas, jól felszerelt, a tanárok is felkészültek, s a tapasztalata is diákként ugyanezt tükrözi. Mezőtúri vagyok, hát voltunk nyílt napon, elnyerte a tetszésem az iskola, felszerelt, színvonalas, tanárok is teljesen szimpatikusak voltak, aztán nem volt más választásom. A versenyre tanára Simon Gyula készítette fel. E-mailben kapta az anyagokat. A felkészülést komolyan vette, így jött meg a siker az érettségén, amin egyben a verseny döntőjébe is beszámított. Simon Gyula tanár úr volt nekem a felkészítő tanárom. Ő küldött nekem e-mailbe anyagokat, amiket átnézek, úgymond. És ezekből készültem. Ugye más nem volt, amiből lehet. Ha lesz idén országos tanulmányi verseny, azon is el fog indulni.